Nagyon sok szeretettel köszöntelek be mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. És hát köszöntök mindenkit a világ minden tájáról, akik élőben hallgatnak, illetve majd felvételről. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Semennyire. Semennyire? Érdekes világot élünk, nem? Hát ugye ha megnézzük jobban ezt a kérdést, akkor a múltban, tudjátok, részben miért nem lehetett volna ezt létrehozni, amit most csinálnak. Ez sokkal több volt a fiatal. És az azt jelenti, hogy a fiatalok, mivel sokkal többen voltak, ugye mindig a forradalmakat, meg az ilyen tüntetéseket, meg stb. Azok mindig a fiatalok csinálták. És ugye a fiatalok, azok ugye, mivel sokkal többen voltak régebben ezáltal, ugye nagyobb hatást tudtak volna gyakorolni, mint ami most van. Nekem fura például, hogy tudom én, ezelőtt mondjuk 2 évvel mentem innen az irodából haza a heti találkozó után, és szinte mindig láttam fiatalokat az utcán. Érted? Hát mikor mentem haza? Hát általában ugye 11 vagy éjfél után, de inkább jellemzően még éjfél előtt, tehát 11 és éjfél között, és mindig láttam tehát fiatalokat, nem egyesével, hanem egy csapatostól sétálni. Na most nézzetek körül, 11 és éjfél között semmit nem, sehol senki. Tehát tök jól elérték, hogy az emberek ugye bezárkózzanak a lakásukban, még a fiataloknál is. Hát most gondoljátok végig, én úgy voltam fiatal, hogy én hetente 5-ször jártam táncolni, hetente 5-ször. Akkor, mikor még nem voltam házas, 24 éves koromban ugye megházasodtam, tehát előtte időszakról volt szó, és hát ugye tudom, éjfél körül értem mindig haza, szóval vagy 11 és éjfél között, és ez jellemző volt, hogy a fiatalok azok olyan, tudom én, 11 éjfélkor még javában az utcán voltak, jöttek, mentek csapatostul, tehát nem nagy csapatra gondoljunk, csak mit tudom én, de csapatostul. Most sehol senki. Például Kondorfáról jöttünk, mit tudom én, olyan éjfél előtt 4:12-kor valahogy indultunk, és a kisvárosok meg a falvak egy fia embert nem láttunk, míg Hévízre értünk, érted, találkoztunk kb. 10 autóval abban 85 km alatt. Tehát most nem parkoló autókról beszélek természetesen. Tehát gyakorlatilag tök jól elérték, ha jobban megnézitek, hogy még a fiatalok sem mennek sehova. Tehát jó, a régen se, az idősebbek azok már rég csicsikáltak, mint a éjfél előtt, 11-kor, de a fiatalok még akkor mentek haza a különböző bulikból, érted? És vasárnap volt, vagyis ez, mikor? Igen, vasárnap jöttünk, az sehol semmi. Érted? Hát gondold végig, hogy a te fiatalkorodban vasárnap mit tudom én, az ember elment bulizni, szórakozni, vagy éppen haveroknál volt, vagy bármit, vagy sehol semmi. Érted? Nem azért, mert tilos, tök jól leszoktatták a fiatalokat ezekről. Nem? Elérték náluk. Hát ha megnézed, igazából volt 9, összességében 9 hónap zárlatunk már a nem egész 2 év alatt.
Érted? És 9 hónap alatt szépen hozzászoktatták a fiatalokat. Na most ugye ez régebben nehezebb lett volna ezt megcsinálni, mert ha jobban végig gondolod, akkor sokkal többen voltak a fiatalok. Hát a létszámban többen voltak, tehát többen voltak. Hát főleg ugye az 50-es évek, ugye az a nemzedék, amelyikre úgy hívják, hogy népességrobbanás nemzedéke, ők meg aztán még többen voltak, mint ugye az én generáció. Tehát, de ugye most azért összességében az ilyen 20 év körüliek jóval kevesebben vannak, mint mikor mi voltunk 20 év körüliek. Sőt, nálunk mondom egy 5-10-el idősebbek, meg aztán még többen voltak. Szóval érdekes, hogy hogy sikerült elérni ennyire a fiataloknál, érted? És ugye mit látni, például azt látni, hogyha jobban megnézed, hogy az utcán kik hordanak jellemzően maszkot. Hát a fiatalok meg az idősek, érted? Tehát úgy sikerült megmajmolni a fiatalokat meg az időseket, hogy ahogy csak lehet. Ahogy csak lehet. Tehát érdekes, tehát ha jobban megnézed, tehát tényleg az van, hogy, a médiának valami iszonyú szerepe van az emberek befolyásolására. Iszonyú szerepe van. Szóval egy érdekes világ van, és, lassan ugye kipróbálták, hogy mit lehet csinálni az emberekkel, és azt lehet mondani, hogy lassan azt csinálhatnak az emberekkel, amit akarnak. Gondold végig. Ez azért nagyon durva, hogy a hatalom gyakorlatilag azt csinálhatja az emberekkel, amit akar. Azért ez régebben nem így volt. Régebben azért nem így volt, hogy a hatalom azt csinált, amit akart. Főleg nem úgy, hogyha volt egy szabad ország, tehát például főleg nyugaton nem csinálták, mert ugye nyugatiak azok azért szabadok voltak, mert itt ugye azért csak itt voltak az oroszok nálunk. Na mindegy, szóval érdekes világban élünk, de hát úgy látszik, ez kell az embereknek. Hát, ha ez kell nekik, hát akkor megérdemlik. Hát most mit mondjak erre, nem tudok mást mondani. Tehát hogyha nem tudnak gondolkodni és nem látják át a dolgokat, tehát ugye ki tud gondolkodni, nézzük meg. Ugye nem kell jelentkezni, nem azért tettem fel a kérdést, hanem ugye egy ilyen költői kérdést. Hát ugye minél tudatosabb valaki, annál inkább tud gondolkodni. Tehát minél kevésbé tudatos valaki, annál inkább nem tud gondolkodni. És akkor mi a... De mégis azt látszatra az emberek gondolkodnak. Nem. Tehát látszatra gondolkodnak, de valóságban ösztönösen. Azt, amit, tehát, amit betanítottak nekik, azt csinálják. Tehát szándékosan nem azt mondtam, hogy beidomították őket, mert ugye az állatokat szokták idomítani, az embereket inkább betanítják. Érted? Tehát betanítják, hogy mit csináljanak, és akkor az emberek azt csinálják ösztönösen. Tehát minél több dolgot betanítanak nekik, annál inkább nem használják az eszüket. Miért? Mert az agyunk az nem káptalan, tehát nem feneketlen, nem végtelen információk befogadására képes. És minél jobban megtömik az agyadat információval, annál jobban annak az információk alapján fogsz működni, amit betanítottak neked. Világos ez? Tehát így működik az emberi elme. Tehát az agyunk olyan, mint egy könyv, érted? Egy könyvben, mit tudom én, ha van 100 oldal, nem írhatsz rá végtelen mondatot, mert akkor nem lehet elolvasni, ha végtelen mondatot akarnál ráírni, mert olyan picibe kellene írni. Tehát ez annyi, hogy
nem végtelen információ befogadására képes, és ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy mit engedsz be, milyen információkat engedsz be. Olyan információkat engedsz be, ami a károdra van, vagy olyan információkat engedsz be, ami az előnyödre van. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen információkat engedsz be. És ma az emberek beengednek olyan információkat is, ami nem az előnyüket szolgálja. Mit tudom én, valaki bemegy mondjuk hátsó fali infarktussal egy kórházba, és akkor a hivatalos jelentés az lesz, hogy meghalt Covid-ban, érted? Tehát meghalt Covid-ban, és a kardiológián helyezték el, nem a Covid osztályon, érted? A kardiológián, és az a hivatalos jelentés, hogy Covid-ban halt meg. Érdekes, érdekes. És ugye, hát gondold végig, miért nem hagyják fölboncolni azokat az embereket, akikre ráfogják, hogy Covid-ba halt meg? Hát miért nem hagyják? Sehol nem hagyják. Hát mert kiderülne akkor a boncolás eredményeként, nem az a lényeg, hogy az derülne ki, hogy nem abba halt meg, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy az kiderülne, hogy mivel lehetett volna meggyógyítani. Érted? Mert ugye a boncolásnál lehet megtalálni azt, hogy végül is mibe halt bele. Tehát hogyha valaki tényleg Covid-ba halt bele, akkor a boncolásnál derül neki az, hogy mit okozott nála konkrétan a Covid, milyen átalakítást végzett a szervezetében a Covid, ami miatt az illető meghalt. És ha ezt megtudnák, hogy milyen átalakítást végzett a Covid, akkor megtudnák azt is állapítani, hogy mit lehetett volna az adott személlyel tenni, hogy ne alakuljon ki nála az az átalakulás. Érted? És ha rendszeresen boncolnák az embereket, akik covidosok, tehát covidban meghaltak, akkor ugye lehetne fölállítani egy átlagot avval kapcsolatban, hogy a legtöbb betegnél van-e azonosság. És ha van azonosság, akkor milyen azonos átalakítást végzett a Covid, hogy meghalt az illető. És akkor lehetne azt mondani, hogy aha, jó, akkor erre ezt a gyógymódot kell alkalmazni, hogy az az átalakulás ne jöjjön végbe. Érted? És akkor ugye miért nem csinálják ezt? Csak gondolkozz el rajta, miért nem csinálják? Miért nem engedik arra hivatkozva, hogy nehogy elkapják a Covid-ot? Hát tudjátok, hány fertőző betegséget boncoltak már az orvos, a patológusok? Érted? Olyanokat, ami ennél sokkal, de sokkal súlyosabb. Tehát már rég feltalálták azokat a védőintézkedéseket, hogy ők ne kapják el. Hát már filmekben is ezelőtt évtizedekkel láthattál olyanokat, hogy ilyen gép be van, és gépek műkéz, és mit tudom én, be van. Tehát úgy. Tehát magyarul hozzá se ér semmivel, még légtérben sem, egy légtérben van avval a súlyos fertőzött betegséggel. Érted? Amikor ilyeneket megnéznek, hogy mit lehet ellene tenni, és vajon itt miért nem lehet? Hát gondoljátok végig, miért nem lehet? Magyarul, mintha úgy tűnne, hogy nem akarják, hogy meggyógyuljanak ebben az emberek, vagy megelőzzék a halált. Érted?
Tehát most nem az a lényeg, hogy valaki megkapja és kimegy belőle, nem az a lényeg, hanem az a probléma, nem az a probléma, hanem az a probléma, ha valaki belehal. Érted? Hát nyilvánvaló, hogy egy élő embert nem fognak felboncolni. Egy élő emberen mit lehet csinálni? Kísérletezni, nem? De egy boncolt emberen nem kísérleteznek, hanem ott pontosan megállapítják, hogy mi történt vele. És itt nem az a kérdés, mondom, hogy Covid-ba vagy nem Covid-ba halt meg, hanem az a kérdés, hogyha valaki Covid-ba halt meg, akkor miért nem nézik meg, hogy mit alakított benne át, ami miatt meghalt? És miért nem csinálják azt, hogy, találják ki, hogy akkor mit tegyünk az ellen, hogy azt ne csinálja a betegség? Értitek? És ezt hát elérték az embereknél, hogy végig se gondolják. Érted? Végig se gondolják. Hogy akkor az egész mögött mi van? Miért nem hagyják azt, hogy, tudják, tudja az orvostudomány, hogy mitvel akadályozhatja meg magát a halált? Nem azt, hogy elkapja valaki a Covidot. Hát azt úgyse tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a Covidot. Akármennyi elzárást csinálnak, meg akármennyi maszkozást csinálnak, meg akármilyen oltási programot csinálnak, megnézed, semmivel, tehát itt Európában semmivel nem alacsonyabb a fertőzöttség, mint egy évvel ezelőtt, ugyanebben az időben. Na most, tehát nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy miért nem deríthetik ki az orvosok meg a kutatók, hogy hogyan akadályozzák meg a halálát, érted? Tehát hogy halálozzon. Ez az érdekes, nem? Miért nem? Tehát nem akarok feltételezni, mindenki feltételezgesse saját magának, érted? De elérték az embereknél, hogy mindent elhiggyenek, mindent. Annyi információ, gondold végig, az elmúlt két évben mennyi információt nyomtak a médiában, nem csak erről, mindenről. Hát sokkal több információ jött az elmúlt két évben, mint, akár előtte bármikor, érted? Tehát nem csak erről, mindenről. Tehát annyi és olyan dolgokról, amire nincs, tehát nem vagy hatással. Tehát most olyan információkról. Érted? Tehát semmilyen hatással nem tudsz lenni. Azt nézem, hogy hol irkálnak, nekem azt le kellene lőni. Fogalmam nincs, valamelyik fő van hangosodva. Na mindegy. Hát nem tudom, mert nem ír ki nekem semmit, csak hallom, hogy pittyeg. Aha, itt irkálnak, megvan, jó, már nem fognak, oké, írni tudnak, csak nem fog pityegni, már rájöttem mi volt. Na szóval, úgyhogy ha minél inkább engeded, hogy mindenfélével telenyomják a fejedet, annál kevésbé fogsz tudni. Tehát figyelj, ez úgy működik, tehát úgy képzeld el, hogy van egy edény, érted? És abban mondjuk van leves. És ha mondjuk úgy főzöd a levest, hogy csurig öntöd vízzel, akkor nem tudsz hozzárakni semmit. Elkezded belerakni a, mit tudom, a zöldséget a levesbe, érted? És elkezd kifolyni a, lé, érted, a fazékból. Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudsz beletenni többet. Tehát ahhoz, hogy több, tehát egy, fazékba, ahhoz, hogy bele tudjál tenni több a leveshez az összetevőket, nem teheted tele az edényt. És ugyanígy működünk az, működik az elménk. Ha tele van a fejed mindennel,
akkor oda nem fér be több információ, érted? Hát ezért van az, hogy valami teletömi a fejedet, és akkor állandóan azon jár az eszed, érted? Biztos volt már ilyen, mert az teletömte az elmédet, érted? Az a dolog, és állandóan, tehát magyarul nem tudtál bevinni további információt, mert nem fért bele több, érted? Van, akik úgy reagálnak a több információval, hogy tele van mindenféle dologgal a feje, és úgy reagál a további információra, hogy nem engedi be úgy, hogy elfárad. És akkor elalszik, mondjuk. Érted? És ezáltal nem megy be több információ. Érted? Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy az elménk olyan, hogy bármennyi információt be tud fogadni. Nagy tévedésben élsz. Tehát még egyszer mondom, hogyha mindennel teletömöd, engeded, hogy teletömjék a fejedet, akkor a gondolkodás az olyan, mint a zöldség a levesbe, érted? Hogy annak is hely kell, annak is tér kell, és ha mindennel tele van a fejed, akkor nem fogsz tudni gondolkodni, mert a gondolkodás révén új gondolatokat hozol létre, aminek kell hely ott belül, érted? És ha nincs, mert teletömték a fejedet, akkor hiába próbálsz gondolkodni. Világos ez? Egyszerűen semmi nem fog az eszedbe jutni. És most ezt érték el, gyönyörűen elérték az embereknél, hogy dugig legyen az elméjük, és arra már ne férjen be semmi. És gondoskodnak róla, hogy ha valaki ürít, kiüríti a gondolatokat, akkor is minél hamarabb, minél több olyan információ legyen ott benn, aminek semmi értelme. Érted? Mi az, aminek van értelme, hogy ez világos legyen? Amire befolyásod van. Oké? Okay? Amire nincs befolyásod, és olyan információkat befogadsz, az csak foglalja a helyet. Világos ez? Ez olyan, mint régen a kazettás magnó, emlékeztek? Ha egy kazettára, tehát elkezdtél fölvenni mindenfélét, akkor egy idő után betelt, és nem tudtál már számokat rávenni. Pedig lehet, hogy azért vetted azt a kazettát, érted? Hogy mitől én mondjuk zeneszámokat vegyél rá. De ha mindenféle egyéb olyan dolgokat fölvettél, ami nem zeneszám, akkor betelt mondjuk 60 vagy 90 perc után az a kazetta, és oda több nem fért. Tehát ugyanez a fejünk. Tehát ezért van az, mondok példát, hogy értsétek. Tehát van a jó tanuló és a rossz tanuló, általános iskoláról beszélek. Van a jó tanuló és van a rossz tanuló. Tudod, mi a különbség a kettő között? Az, hogy a jó tanulónak van stabil szülői háttere, olyan szülők révén, akiket nem lát, vagy csak nagyon ritkán lát mondjuk veszekedni, vitázni. Érted? De ha egy gyerek a szüleit állandóan látja veszekedni, vitázni, akkor azzal a konfliktusokkal tele megy az ő feje. És bemegy az iskolába, és bizony az agya az nem fog fogni. Világos ez? Miért? Mert az agyában azok az információk vannak benn, amit a szüleitől lát. És itt nem csak veszekedésről van szó, mit tudom én mondjuk,
hazajön az egyik részegen, a másik nem úgy áll hozzá, stb. Stb. Érted? Tehát az összes olyan dolog, amit a szülők rosszul csinálnak, és ezt a valamilyen szinten a gyerek érzékeli az érzékszerveivel, onnantól kezdve az információként ott van benne, és kitölti az ő kapacitását, agy kapacitását. És bemegy az iskolába, és nem fog az agya. Mit mond erre a, ugye a, mondjuk az osztályfőnök szülői értekezleten? Hát, hogy a szaktanároktól azt hallottuk, meg hát én is tapasztaltam, mint osztályfőnök, hogy a gyerek nem figyel. A gyerek mással foglalkozik az órán. Egyszerűen nem tanul, nem jegyzi meg a dolgokat. Na, ez a különbség a jó tanuló és a rossz tanuló között, érted, az iskolába. Illetve van még egy-két olyan kisebb különbség, ami befolyásolja még ezeket a dolgokat, de ez a domináns. Tehát ott egy olyan gyereknél, ahol stabil a szülői háttér, ott várhatod azt, hogy az a gyerek az nem lesz annak a gyereknek tanulási nehézségei. Érted? Ott, ahol viták, veszekedések vannak, még akkor is, ha a gyerek nem látja, akkor is érzékeli, legalábbis azt látja, hogy a szülők milyen kommunikációban vannak egymással, hogy kimutatják-e egymás iránt a szeretetet, vagy sem. És ha nem mutatják ki a szülők egymás iránt a szeretetet, akkor rögtön látja, hogy na, a szüleim nem szeretik egymást. Tehát akkor biztos van valami gondjuk. Világos ez? És mi lesz? Ezek a, mondhatjuk azt, hogy totál felesleges információk egyszerűen teletömik a saját elméjét a gyereknek, és oda már nem fér bele több. Világos ez? Hát próbálj már gondolkodni, mikor problémázol. Bármin elkezdesz problémázni. Próbálj már gondolkodni. Nem tudsz. Tehát gondold végig, jön egy nagyobb probléma, egy nagyobb probléma az életedben. Már nem tudsz gondolkodni. Hát akkor gondold végig, hogy mennyi információ fér be egy ember fejébe, ha egy probléma meg tudja azt oldani, hogy ne legyél képes gondolkodni. Na, nehogy azt higgyétek, hogy akkora elménk van, hogy oda mindent befér. Nagy tévedésben vagy. És akkor ugye mit csinálnak az emberekkel? Most nagyon egyszerű. Hú, mekkora probléma van mindenütt, minden országban, hú, hát ezek a betegség, stb. Vírus, minden, lezárás, tele nyomják az információt. És az illető mit csinál? Semmilyen olyan információ, ami az életére hasznos lenne, már nem fér be a fejébe. Érted? Arról nem is beszélve, hogy gondolkodni egyáltalán nem tud. Mi a gondolkodás? Tudod, mi a gondolkodás? A mérlegelés. Tehát amikor te képes vagy mérlegelni. Mit jelent mérlegelni? Hát nyilván nem egy mérlegre rárak súlyokat, meg valami terméket, nem erről szól a történet, hanem azt jelenti, hogy képes vagy összehasonlítani. Érted? Az a mérlegelés. Összehasonlítani és különbségeket tenni az összehasonlításkor. Érted? És végig gondolni azt, hogy minek milyen következményei lehetnek. Érted? Nyilván az életedre vonatkozóan. És ezért van az, hogy az emberek már nem képesek gondolkodni, mert annyi minden van a fejükbe. Honnan tudod, hogy annyi minden van a fejükbe? Nagyon egyszerű, beszélj velük. Beszélj az emberekkel, és nézd meg, mondjuk 5 mondat után mire kezdenek rátérni. És megnézed,
és nem PPN belülről van szó, de itt PPN belül is elkezdesz velük beszélgetni, és mit tudom, ennyi mondat után térnek rá a jelenlegi világhelyzetre, amire ennyi befolyásuk sincs. Érted? Mondom, ennyi befolyásuk sincs. Mert ugye van egy fontos, hogy arról dolog, hogy a tanítás, fontos tanítás, arról kommunikálj, ami képes változást hozni a te vagy a másik személy életébe. Illetve olyan kommunikációt engedj be, ami képes változást hozni a te életedbe, vagy az ő életébe, és te abból tapasztalsz. De ez milyen változás? Hát nem negatív természetesen, hanem mind a két esetben pozitív változás. Ezt a szabályt úgy rúgják fel az emberek, mint ahogy kell. Érted? És akkor így időnként klubba is már kénytelen voltam mondani, hogy na már azt hittem, hogy ezt a Covid dolgot már nem jön elő. És akkor valaki előhozza, érted? Tehát, és mit hoznak elő? Mi lesz akkor, ha? Nem most mi? Most mi van? Nem, erről szólt a történet sose. Mi lesz akkor, ha? Majd valamikor ez lesz, meg az lesz, akkor elkezdik mondani. Erre azt szoktam mondani, hogyha a kutya nem szarna, kipukkanna. Oké? Tehát ha mi lesz akkor, ha majd ha ott vagyunk, majd akkor érdekes az, hogy mi lesz akkor, ha. Világos ez? Tehát annak az ég adta világon semmi értelme nincs, hogy olyanról beszéljünk, ami nincs. Oké? Tehát olyan negatív dologról beszéljünk, ami nincs. Olyanról lehet beszélni, olyan pozitív dologról, ami még nincs. Érted? Tehát sőt, arról kell beszélni, olyan pozitív dolgokról, ami még nincsen. Mert ha nem beszélünk pozitív dolgokról, ami még nincs, de lesz vagy lehet, akkor nem is fog létrejönni. Érted? De ha olyan dolgokról beszélünk, ami nincs, de negatív, akkor azt fogjuk létrehozni. Világos volt? És mit csináltok otthon? PPH-sokként is sokan csinálják, bújod a netet, érted? És olvasod a baromnál baromabb híreket. Érted? Ahelyett, hogy mondjuk pozitív információkat keresnél. Érted? Jó, hát azt tudjuk, hogy sokkal kevesebb van fönn a neten, ahhoz többet kell keresni, jóval, mondjuk 10-szer annyit kell keresni, hogy találj. De javaslom, van körülbelül 1000 előadásom fönn, nézzétek azt, jó? És akkor még a képzésekről nem beszéltem, ugye akik itt tanulnak, mert ugye ők a képzéseket is nézhetik. Jó, tehát ott vannak fönn az előadások, tessék nézni. Én tőlem nem fogsz olyanról hallani, hogy mi lesz akkor, ha. Érted? Majd ha oda jutunk, hogy netántán az bejönne, megtörténne, akkor megtesszük azt, amit akkor kell tenni. Világos voltam? Jó? Tehát olyan nincs, hogy valamire nincs megoldás. Jó? De ha úgy gondolod, hogy már előre szeretnéd tudni, hogy mi lesz akkor, ha, akkor erre van egy nagyon jó megoldásom, jó? Egy szó, tartalékolj. Kettő szó, még második szó, ne, ez a második szó, a harmadik szó, költekez. Jó? Főleg itt van a karácsony. Mi lenne, ha megoldanád költekezés nélkül?
és azt mondanád karácsonykor, hogy boldog karácsonyt, ajándék nélkül. Mi már ezt csináljuk évek óta. Oké? Miért kell a fogyasztói társadalom csapdájába beleesni? Miért kell most szórni a pénzt? Ha már itt vagy PPA-sként, vagy hallgatsz engem, mi értelme annak a mai világban, érted? Úgy ajándékozni, hogy nincs a családok nagyon nagy részében nincs olyan dolog, amit az ember magának ne tudna megvenni. Érted? Felnőttekről van szó most. Vagy nincs olyan, amit ne vettél volna meg a gyerekednek már. Vagy nincs olyan, hogy ne vettél volna meg az unokádnak már. Érted? És nem azért, mert ajándék, nem, hanem azért, mert tudom, szükséged volt rá, vagy a párodnak szüksége volt rá, vagy a unokádnak, vagy a gyerekednek szüksége volt rá, érted? Tehát semmire nincs szüksége a gyerekednek, semmire nincs szüksége a párodnak tőled, amit ne tudott volna megvenni, vagy a gyereked ne tudott volna megkapni az év folyamán. Világos voltam? Tehát nem úgy van, mint régen, hogy az emberek vagy pénzhiánnyal küzdöttek, és nem tudtak vásárolni, vagy nem voltak termékek. De akkor tök mindegy volt, mert karácsonyra sem voltak termékek. Mindegy. Érted? Tehát semmi olyan nincs, gondold végig, amire szükséged lenne, és nem vetted volna már meg. Akkor mi a szarnak ajándékoznak neked? Ugyanez a szülinap, ugyanez a névnap, miért nem elég a másiknak a köszöntése? Miért nem elég? Miért nem elég a megölelés? Miért nem elég a megpuszilás? Miért nem elég? Ja, mert fogyasztói társadalom van, azt költekezni kell. Na, a szomszéd is költekezik, hát nehogy már lemajradja a szomszéd mögött. Vagy nehogy már megkérdezik, és mit ajándékoztál? Mit kaptál ajándékba? Hát azt mondtad, egy nagy ölelést, meg egy puszit. Csak. Hát nehogy már lemaradj, mi? És akkor megkérdezném az ilyen kérdezőt, és tudtál olyat venni a párodnak, vagy a gyerekednek, amire olyan szükség volt, hogy pont akkor kellett megvenni. Most gondold végig, nézd meg, mennyien vásárolnak, nézd körül a bevásárlóközpontok körül, és azt látod, ha megkérdeznéd, hogy tudott-e olyat venni, amire a párjának az hiánya volt, és most az pont meg kellett venni. Szerinted hány ember mondaná azt, hogy tudott venni? Nem, mit tudom én, a 628. olyan dolog, minek van szükség? Van egy másikra, minek van szükség? Ja, mert hogy az elfogy. De hát majd akkor elfogy, akkor már előtte meg kell venni, nem? És akkor az nem biztos, hogy karácsony, nem? Az ünnep az nem azt jelenti, főleg a szeretet ünnep, nem azt jelenti, hogy költekező ünnep, vagy vásárló ünnep, vagy ajándékozó ünnep, hanem azt úgy hívják, hogy szeretet ünnep. Tehát mit kellene adni? Sok-sok szeretetet, nem? De megint el vannak egyesek tévedve, mert a szeretet mindenféleképpen anyagban kell mérni a szeretetet. És ha más nem, hát ott van benne, hogy szeretet. Hölgyeim, főleg rátok vonatkozik. Szeretet. Hányszor több süteményt, kaját fogsz most csinálni karácsony előtt, mint amúgy szoktál?
Mert anyagban mérjük a szeretetet, hát úgy mérjük a szeretetet, hogy tömjünk mindenkit degeszre. Vagy nem? De jó, hát valaki szereti a hasát, én kevésbé, megmondom őszintén. Én, nekem a kaja csak egy szükséglet, semmi más. Szóval mit eszek? Csak ne tök főzelék legyen, mert ne kocsonya, azt ennyi. Egyébként nem számít. De egyébként ugye jó főzött anyám is, meg ugye a nejem is jó főz. De soha nem nincs olyan, hogy oda megyek, hogy na, mi a kaja, nem áll. Érted? Szóval a lényeg az, hogy anyagba mérjük a szeretetet, vagy az egy mentális dolog. Ez egy szívből jövő, így van. Tehát ugye mit mondtam az előbb? Tehát most gondold végig, PPH-soktól hallom azt, hogy mi lesz akkor, ha? Érted? Egy megoldás van, ami lesz akkor, ha van tartalékod. Csak vigyázz a tartalékkal, mert körülbelül 20-25%-os éves pénzromlás van. Oké? Tehát magyarul 20-25%-kal emelkednek az árak éves szinten. Érted? Ezáltal olyanba kell tartalékolni, ami nem romlik. Oké? Ami stabil marad. És utána hozzá lehet férni természetesen. Oké? Erre van megoldásom, de nem mondom el. Csak a tanulóinknak. Úgyhogy ennyi. Szóval lényeg az, hogy a legfontosabb egy anyagi világban, érted? Mondom, az anyagi világban, nem egy szellemi világban, egy anyagi világban. Az, hogyha valami olyan helyzet van, ami pénzbe kerül, akkor tudjál lépni, mert van. Érted? De ha mindent elköltesz, mert ajándékozni akarsz, akkor csináld. Te dolgod. Oké? De én szóltam előre, jó? Na most az, hogy az embernek, ha nem lesz semmi rossz, tehát nem jön be ez a mi lesz akkor, ha baj, ha van tartaléka. Gondoljátok végig, baj? Hát egyáltalán nem. Most az emberek itt a decemberben annyit költenek, mint egész évben, azt tudtad? Átlagról beszélek, nem már akiről, átlagról, az átlag. Az átlag körülbelül a kereskedelem decemberben, ha nincs ilyen Covid elzárás, mint volt tavaly, akkor decemberben annyi forgalmat csinál, mint egész évben. Érted? A kereskedelem. Na most, ha ezt megnézzük, gondold végig, akkor ez nem kis pénzről van szó. Tehát ugye amikor az emberek így költekezhetnek, ugye most miért csinálják ezt? Hát nehogy valami lezárás legyen, tudod, mert akkor már nem tudunk szaladni és vásárolni. Nem mintha interneten akkor nem lehetne. Akkor interneten ugyanúgy lehet akkor is. Nem is az a lényeg. Hanem ugye mit akartam mondani? Miről beszéltünk? Ja igen, tehát hogyha visszatérünk oda, hogy, hogy ebben az idő, ja igen, azt akartam mondani, hogy nem is tudom, ilyenkor karácsonykor valami egy családonként valami hány százezer forintot költenek összesen. Átlagosan, átlagosan. A családok. Tehát így december, tehát nem közvetlen karácsony, hanem decemberben.
De az biztos, hogy valami az átlag, az valami családonként, az valami jóval 100 000 forint fölött van. Érted? És akkor utána még van olyan, hogy névnap, születésnap, nem csak egy, hát mindenkinek keresztbe kasul, tudod? Hát mert neked csak egy van, de hát van a párodnak is, meg van a gyerekeknek is, akkor már számolt ki, hogy egy évben hány születésnap meg névnapot ültök, ahol jó kis költekezés van. Mi lenne, az maradna tartalékban? Hm? Szerintem többre mennél vele. Van egy szabály, ha, de ezt régebben betartotta a lakosság. Ha nehézségek voltak, akkor elkezdtek az emberek kevesebbet költeni. Most nehézségek vannak, és az emberek többet költenek. Erre ezt tudom mutatni, érted? Megbolondultak. Hát egyszerűen hihetetlen. Hihetetlen. Hát látni, hogy több információ nem fér be a fejükbe. Nem fér be. Tehát tudod, hogy van ez? Amikor nem fér be több információ, akkor itt bemegy, itt meg kijön. Ennyi. Ezt nem történt semmi. No, szóval ez a világ, ami most van, hát ez eléggé leáldozó, nem? Na most gondold végig, ha egy kicsit értelmesebb az ember, tehát mit jelent az, hogy értelmesebb, hogy még van hely ott a gondolkodásra, tudod? Tehát ez ezt jelenti. Tehát nincs teletömve mindenféle hülyeséggel, akkor az ember azt gondolná, hogy megnézzük, hogy ez az emberiség így, ilyen formában alkalmas a túlélésre, tehát az ember logikusan gondolkodik, akkor azt mondanánk, hogy totál alkalmatlan. Nem? És nem kell hozzá sok ész ezt megállapítani. Na most nem tudom, tudjátok-e, biztos tudjátok, ha más nem megtapasztaltátok, hogy ha hülyék a szülők, még hülyébb lesz a gyerek. És ha még hülyébb lesz a gyerek, akkor még hülyébb lesz az unoka. Ezt biztos láttátok, hogy ez így van. Tehát ami azt jelenti, hogy a hülye a hülyét hoz, vagy hülyét csinál, hülyét nevel. No. Tehát ez így ilyen öngerjesztő folyamat. De ezt látni itt társadalmi szinten, gyönyörűen látni. Hogy a normális ősök, utána gyerekek, unokák, dédunokák hova fajulnak, érted? Gondold végig. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lesz jobb, hanem rosszabb, érted? Tehát mi hozott jobbat? Például az első világháború nem. Az nem hozott jobbat. Az első világháború után a népeknek sokkal rosszabb volt. A második világháború, ahol sokkal többen haltak meg, mint az elsőben, az bár hozott egy fellendülést, ha jobban megnézed. Nem a háború hozta, hanem a háború utáni időszakban lett a fellendülés. És ez elég hosszan tartott évtizedekig ez a fellendülés, társadalmi szinten. Ugye nem gondoljátok komolyan, hogy kellene egy harmadik is. Mármint világháború.
Bár ugye most már lehet okosabban is csinálni egy világháborút, ahol lehet olyan ellenséget találni, amire nem lehet lőni. Ha? Aminek az a neve, hogy vírus, nem? Hát, arra nem tudunk vadászni. Nem? Nem tudjuk meghódítani. Arra semmit. Mondhatjuk azt, hogy a vírus győzött. Nem? Szóval lényeg az, hogy lehet azt mondani, hogy ez ami most van, ez egy harmadik világháború, nem? Ahol már, mit tudom én, előfordult már a második világháborúban olyan, még az elsőben nem, hogy a különböző politikai nézetük miatt családok szembefordultak egymással, és akár föladták egymást. Azt képzeld el most, itt mennyire lehet szembefordulni egymással a különböző nézetekkel, azzal, hogy oltás, nem oltás, oltott, nem oltott, csak mondtam egy példát, érted? Vagy hogy ez kell, az kell, vagy annak az ellenkezője kell, érted? Hát itt simán szembe lehet állítani, akár párokat, gyerekek, szülőkről nem is beszélve. Tehát ebből a szempontból simán lehetne mondani, hogy harmadik világháborúban vagyunk. Simán. És akkor háborúzik velünk a vírus, azt is lehet mondani, mi meg a vírussal. Tehát lehetne mondani. De én azt mondanám, hogy tehát ilyen szintű elhűlés, ami most van, na azért ez történelemben példátlan. Érted? Vagy lehet, hogy nem biztos, hogy példátlan, de hogy nem sokszor volt ilyen, az biztos. És ha ebből ugye az ember logikusan gondolkodik, és mondom, még tud gondolkodni, mert még van ott hely a gondolkodásra, akkor azt mondja, hogy ez az emberiség jelenleg, ami most van, ez gyakorlatilag totál alkalmatlan a túlélésre. Na most akkor ugye kérdezném, hogy szerintetek van-e olyan, hogy felsőbbrendű lények, istenek, Isten? És ha van ilyen, és mi benne vagyunk a hierarchiájukban, jó alacsony szinten, akkor az azt jelenti, hogy igazából azt is mondhatnánk, hogy van nekünk. Tehát ez olyan, mint mikor van a szülő, és van a gyerek. De még a kicsiről beszél. És a szülőnek ugye milyen feladata van a gyerekkel kapcsolatban? Gondoskodjon róla, nem? A növekedését, fejlődését elősegítse, nem? Tehát, hogy tudjon növekedni, fejlődni, és majd megállja a helyét az életben. Na most valahogy így kellene tekinteni azokra a felsőbbrendű lényekre, akiknek a galaxis ezen a részén a urak. És ezáltal a Földön is urak, csak nem akarnak nekünk itt megjelenni, ne is jelenjenek, mert nem ez a dolguk. Oké? Szóval a lényeg az, hogy ha ők arra képesek, hogy mit tudom én, az egész életedet felügyeljék, és megszervezzék a háttérben a különböző dolgokat az életedben, a jót, rosszat egyaránt, akkor gondold végig, hogy ők a
mi tudatosságunkhoz képest hol járnak, mikor nekik nincs egy ösztönük, ami befolyásolja az életüket. Gondold végig, hogy hol járnak. Tehát ők, ha mondjuk összehasonlíthatnánk egy átlag ember, vagy egy átlag Isten logikai képességét, akkor azt mondanám, hogy mondjuk ezerszeres a fentiek javára. Tehát magyarul az azt jelenti, hogy sokkal értelmesebb lényekről van szó odafent, mint amit mink vagyunk. És ha mi saját magunk, ha gondolkodunk, azt mondjuk, hogy ez az emberiség így, ilyen formában alkalmatlan a túlélésre, akkor vajon mit gondolhatnak erről a fentiek? Gondold végig. Most ha valaki azt gondolja, hogy nincsenek, akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy az előző 6 emberiség eltűnését a fentiek, nem feltétlenül ők, akik most vannak, de istenek intézték el. Az azt jelenti, hogy elrendezték azt, hogy az emberiség az eltűnjön erről a bolygóról, érted? És akkor csináltak helyette egy másikat. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy logikusan, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez egy borzadály, ami itt van, ahogy az emberek gondolkodnak, akkor vajon odafönt hogy gondolják ezt? Most azért talán nem azt kellene ezen gondolkodás után arra jutni, hogy na hát jó, hát akkor nincs mit tenni, hát pusztuljon a föld. De hát akkor az ember egy kicsit tud a önmagában rejlő értelmes energiákról, amit úgy hívnak, hogy lélek, akkor az ember azt arra jut, hogy de hát miért ne lehetne ezt a lelket itt az életben jóvá tenni és fejleszteni, érted? És miért ne lehetne ebben segíteni másoknak is? És miért ne tudnátok azt elképzelni a jövőt nézve, nem túl távoli jövőt, hogy azok, akik nem tanulnak itt a jövőben, és mondjuk vezető beosztásban vannak, mondjuk igen magas vezetői beosztásban, azok majd jöjjenek hozzánk mondjuk tanácsért. Érted? Nem tudjátok ezt elképzelni? Én el tudom képzelni, nem csak elképzeltem, hanem erre kapcsolatban látomásom volt. Jó? Tehát lényeg az, hogy nem most, már régebben. Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig. Ha itt az emberek maradnak olyanok, mint amilyenek, és nem szereznek tudást, mi lesz itt? Na megyünk a levesbe. Érted? Akkor meg lesz a 7. emberiség törlése. Csak ezzel van egy gond, hogy előtte nem volt egy olyan időszak, hogy olyan is lények is voltak a bolygóban, ilyen nem volt még, csak most, akik ebben a galaxisban nem kívánatos lények. És ez előtte nem volt ilyen. Ezért nem is kellett magát a bolygót megszüntetni, mert nem voltak benne olyan lények, akik nem kívánatosak itt ebben a galaxisban, akik a fentiek ellenségei. És ezek az ellenségek, a fentiek meg a lentiek, ezek rendszeresen nem itt, hanem ugye a Földön kívül
csatákat vívnak időnként eszközökkel, időnként pedig mentális háborúkat. És lényeg az, hogy ugye ilyen a történelemben, itt a Föld történetében nem volt még, hogy elrejtve legyenek olyan lények, akik meg akarják szerezni a bolygót és azon keresztül ugye a galaxis ezer részét, mert nekik van saját galaxisuk egyébként, csak nem itt a környéken. Tehát lényeg az, hogy emiatt ugye egy sokkal rosszabb helyzet van, mint a hat emberiség idején. Mert ha ez az emberiség így halad, akkor könnyen meg tudják szerezni a lelkeket, az emberek lelkét. És ugye a fentiek ezt nem akarják. És ha az emberek nem kezdenek el tudatosodni tömegesen, akkor a bolygó túlélése szempontjából ez egy nagyon rizikós helyzet, hogy el kell pusztítani a bolygót is, hogy ne tudják a ugye a Földből kiindulva elfoglalni ugye a galaxist. Tehát gondoljátok végig, hogy mondjuk egy csatában, tudom én, ha egy vár ellen volt a csata, tehát most ne a mostani háborús, tehát háborús eszközöket nézzétek, hanem még a régi, tudom, a középkori háborús eszközöket. Tudom én, mondjuk volt az egri vár, meg mondjuk a törökök. És hát ha mondjuk belül lett volna a várban, volt áruló, ugye azt tanultuk a egri csillagokban, de ha mondjuk lett volna egy csapat áruló, akkor simán elfoglalták volna a várat a törökök, érted? Na ugyanez, a bolygóban van nem egy csapat áruló, hanem egy csapat olyan lény, aki a lelkünket akarja, az emberek lelkét akarja, érted? Mert ugyanis testet nem lehet szaporítani lélek nélkül, tehát lehet ilyen biorobotokat csinálni, amelyiknek nincs lelke, érted? És akkor ugye beprogramoznak ilyen mechanikus dolgokat, beleraknak és beprogramozzák, hogy mit csináljon, és csinálja, de egy gép nem tud gondolkodni, érted? Tehát nem tud megoldani olyan dolgokat, amire nincs beprogramozva. Egy gép csak olyan dolgokat tud megoldani, amire be van programozva. És a világban, a te életedben is elég számos esetben lehet olyan helyzet, amihez gondolkodás kellett, mert még az nem történt meg veled egyszer se, sőt lehet, hogy körülötted senkivel. És a gondolkodás azt jelenti, hogy egy teljesen előre nem készült, váratlan helyzetben is képes egy lény helytállni. Ez jelenti a gondolkodás. Tehát lehet ugye olyan gondolkodó intelligencia nélküli lényeket létrehozni, ilyen az állat is, de a gondolkodók legyőzik a nem gondolkodókat. Világos ez? És mindig is így volt, hogy egy gondolkodó kis csapat képes volt legyőzni a nem gondolkodó nagy csapatot a különböző összetközések során a történelemben. Tehát hogyha
megnézzük, akkor a lentieknek a lelkünkre van szükségük, hogy az nem gond nekik, hogy testet hozzanak létre, az a gond, hogy belerakjanak lelket, érted? És ugye nem tehetnek bele jó hangulatú lelkeket, mert akkor még szembefordulnának velük. Elő kell idézni azt, hogy rossz hangulatúak legyenek a lelkek, és akkor bele tudják tenni egy általuk készített testbe. Hát mi is készített testük, test vagyunk, csak ugye azt is megcsinálták, hogy tudjunk szaporodni, beleraktak állati géneket, belénk raktak annak idején állati géneket, hogy tudjunk szaporodni, de ugye a fenti vagy a lenti lévformában ott nem, nincs természetes szaporodás, hanem ugye mesterségesen hozzák létre a lényeket, mint amire már képes ugye lenne az ember is, hogyha hagynák, ha törvényekkel nem tiltanák, de titokban tudni, hogy csinálják ezeket, csak nem tudnak belerakni lelkeket, mert a lelkek belerakásához kell egy lélek, egy szabad lélek, és kell egy olyan technológia, amivel belerakják, érted? És az ugye nem áll rendelkezésre, még az emberek számára, de a fentiek, lentiek ezeket tudják. És akkor itt van 8 milliárd ember, jól le kell vinni a hangulatukat, és akkor gondold végig, az egy 8 milliárd lény, amely negatív, az azért combos, mert itt a Holdon, a Vénuszban, Holdban, a Vénuszban, meg a Marsban nincs 8 milliárd isteni lélek. Érted? Most nem emberi lélekről, hanem isteni lélekről beszélek. Nincs. Tehát nekik ahhoz lelkeket kell ide átcsoportosítani. Érted? Tehát most gondold végig, hogy itt vagy a Föld nevű bolygón, és érdekelnek azok a dolgok, amiről hallasz tőlem, meg valami olyan dolgok is, amiről nem feltétlenül tőlem hallottál, de olyan, ami nem a kilátástalanság felé visz, hanem a, ugye a felé, hogy van remény. Hát hogyha te egy olyan ember vagy, aki valamit azt érez, hogy csak kéne tenni az emberiségért, nyilván egyedül az ember nem tud, egyedül porszemek vagyunk, de együtt tudunk tenni az emberiségért. Tehát ha valamilyen gondolatok megfogalmazódtak már valaha benned, akkor nem gondolod, hogy azért küldtek? Mostanában azért küldtek, mondjuk ebbe az életbe, vagy az előzőbe, az előző életedbe azért küldtek, mert kevesen vagyunk itt olyan lelkek, akik tudják, hogy mit kell tenni. Nem gondolod, hogy nem véletlenül tanulsz itt, ahol tudják, hogy mit kell tenni, ahol tudjuk, hogy mit kell tenni? Nem gondolod? Hogy nem gondolod, hogy ez az átcsoportosítás része már? Gondolkozz, jó? Tehát lényeg az, hogy gondold végig, itt van egy történelmi olyan szansz, tehát egy olyan kivételes lehetőség, ami a történelemben nem, semmilyen történelmi könyv nem ír erről, hogy volt valaha,
egy olyan történelmi folyamat, esemény, amiben részt tudunk venni, hogy megmentsük ezt az emberiséget. Két dologtól tudjuk megmenteni egyszerre: hogy az emberek lelkét megszerezzék olyan entitások, akik nagyon negatívak. Egy. Kettő. Hogy bevigyük az embereket az aranykorba. Érted? Hogy utána visszakerülhessenek az aranykorban eltöltött időszak után abba a létformába, amiből jöttünk, ahonnan küldtek téged, érted? Az úgy hívják, hogy isteni létforma. Tehát most gondold végig, soha nem volt a történelem során ilyen óriási tett, hogy tömegesen az emberek olyan szintre fejlődjenek, hogy képesek legyenek ismét teremtőként működni. Sose volt ilyen. És ez csak az kell, hogy tudatosodj, és ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is használd, és add át majd azt, amit tudsz. Kezdetben ez úgy működik, hogy tanulsz, és hozol tanulókat. Nem kell őket még tanítani, segíteni. A tanítás segítői szerep vezetőként kezdődik, majd igazgatóként folytatódik. És ez nálunk úgy van, hogy vezetői szinttől már igencsak főtevékenységben végzik a szervezői, tanítói feladatokat az emberek. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ennek van valamilyen fajta az anyagi világhoz kapcsolódó javadalmazási formája is. Pontosan, így van. Szóval a lényeg az, hogy eddig az emberek úgy élték az életüket, hogy nem tudtak részt venni egy ilyen korszakalkotó cselekedetben, mint amit most csinálunk. Nem tudtak. Ezer éveken keresztül nem tudtak. Most van egy ilyen lehetőség. Most gondold végig azt, amit te csinálsz az életedben. Azzal milyen változást hozol létre? Tehát a civil foglalkozásodra gondolok. Milyen korszakalkotó dolgot hoztál létre? Itt most létrehozhatsz korszakalkotó dolgot. Érted? Csak annyi, hogy tedd a dolgodat. Annak alapján, amit tanítunk, hogy úgy csináld. Érted? És ha úgy csinálod, elakadsz, kap segítséget, nem gond. Első lépés az kellene, hogy vegyél élőben részt a képzéseken. Az élő az nem azt jelenti, hogy személyesen a helyszínen, hanem azt jelenti, hogy akkor, amikor a képzés folyik. Nyilván, hogyha olyan környéken vagy, ahol összeülnek képzést nézni az emberek, akkor oda menjél, ha van rá lehetőséged az élő képzés nézésére. Mert jobb, ha együtt vagyunk. A második nagyon fontos, hogy keress olyan embereket, akik akarnának fejlődni. És ne ragadj le az olyanokon, akik nem akarnak fejlődni, jó? Ez a legfontosabb. Hogy ne ragadj le az olyanokon, akik nem akarnak fejlődni.
meg az olyanokon se ragadj le, akik azt mondják, hogy akarnak fejlődni, de mégse, mint kiderül, hogy mégse, jó? Tehát a fejlődés az nem úgy működik, hogy az emberek agyába beleszáll a tudás, jó? Tehát ahhoz tanfolyamon kell részt venni, oké? Tehát várhatóan az aranykorból jutáshoz 9 évnyi tanulás szükséges, 9 évnyi, nem 9 hónapnyi, nem 9 hétnyi, vagy 9 napnyi, vagy 9 órányi, mert ugye sokan azt gondolják, hogy megyek 9 órát, tanulok valahol, és megváltom a világot. És akkor utána felébredsz reggel, másnap reggel, és azt veszed észre, hogy Billy belógott a kezed. De nem így működik. Tehát én azt látom, hogy nem elég egy egyetemi szintű tanítás, érted? Ami 4-5 év max. Nem elég. Hanem sokkal több kell. Az élet és az ember ismerete az több, mint bármilyen egyetemi diplomához kell. Érted? Több. És várunk szeretettel, hogyha egy korszakalkotó dologban akarsz részt venni. Ha nem, akkor éld az életedet. De az, aki nem tanul, az tuti, hogy nem jut be az aranykorba, ezt csak úgy mondom előre, jó? És hogy most mondjuk baleset fog elvinni, vagy a Covid, már részletkérdés. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!